Hatalmas gomolygó füstön törtek át, a kék, sárga, zöld és fehér fények lézernyalábok hasították ketté a medinai éjszakát. Mindez nem egy science fiction részlet, hanem maga valóság. Az idei 5. medinai művészeti napokra egy lézersó teszi majd fel a koronát. Ennek próbáját láthatták az érdeklődők a Sió partján. A hullámzó kékség, mint egy hatalmas idők kezdetét jelző egységes óceán borított el bennünket a Sió partján Medinán. A világ mindenség indexének közepén az ember csak áll, miközben libabőrös lesz a fények és zene komplexitásától. A látvány önmagáért beszélt. Mindez még csak ízelítője az augusztus 30-ai fényjátéknak. Lézerrel írtak történelmet hétfő este a Sió partján Medina határában. A műsorból most egy 4 perces előzetest láthattak az érteklődők. A medinai művészeti napokon fogunk készíteni egy lézersót, és a 15 perces műsor lesz, és Medinának a történetéről fog szólni. És hát most, amit láttunk ebbe a 4 percbe, az, hogy megérkeztünk Medinára a világűrből gyakorlatilag. Az egyedülálló fényjáték a 15 percben 1446-tól meséli el Medina történelmét. Minden alkalommal, amikor egy ilyen speciális esetre írunk egy műsort, akkor mindig körülnézünk. Itt ugye a medinai művészeti napok volt ugye a történetnek a lényege, hogy erre írunk rá valami egyéni dolgot, és Attilával, ugye a polgármesterrel egyeztettük így az ő ötleteit és igényeit, és ebből született meg, hogy Medinának a története legyen, és az ő nagyon sok forrás anyagát használtuk fel, nagyon sok információt adott abban, hogy körül tudtunk járni a faluban, mindenféle újdonságokat, régi dolgokat meg mutatott, és nagyon, nagyon sok segítséget, gyakorlatilag az egész falu múltját megmutatta nekünk, és jövőjét is, amit ő szeretne még megvalósítani majd. Ezek egyelőre a főpróba képsorai, a látvány viszont már most lenyűgözte a nézőket. Hátulról vetítünk meg egy félig áteresztő vásznat, amin a grafikák és az animációk jelennek meg, és térbeli effekteként pedig két oldalt még van két lézer, tehát összesen 3 lézerrel fogunk dolgozni. Különlegesség lesz, hogy lesz interferencia lézer fényjáték is benne, és lesz egy hangjáték is, ami direkt Medinának a története gyakorlatilag. A lézertechnika színpadon olyan 60-as évek óta működik. Gyakorlatilag az operában, a Berlini Operaházban láttak először így a nézők lézersót. És hát Magyarországon gyakorlatilag a 80-as évek óta működik ez a technika. Ami a különlegessége, hogy most már beleveszünk olyan multimédiás eszközöket, tehát én igyekszem így mindig egy kicsit haladni a korral, hogy mindig fejlesszünk egy kicsit a műsorokat, minél inkább szívhez szóló legyen, tehát ne csak a fényjátékról szóljon, hanem ez legyen egy személyes, egy szívhez szóló dolog. Hát nyilván ez kell a női emóció. Hát bízom benne, hogy hasznunkra válik, igen, a műsorírásban. A
jövőre nézve további tervek is vannak már. A lézersót hagyományát szeretnék teremteni Medinán. Halkabb, mint a tűzijáték, és több lehetőség van benne, mondta Vén Attila, a település polgármestere.